Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Az igazság szabaddá tesz, mondja a Szentírás. Azért állok itt ma önök előtt, hogy az igazságról és a felelősségről beszéljek. Sokszor álltam úgy itt az országgyűlésbe, hogy olyan dolgokról beszéltem, amit egyes képviselőtársaimnak nem volt kellemes hallaniuk. De nem lehet mindig hallgatni. Van, amikor ki kell mondani az igazságot, még akkor is, ha ez a pillanat több mint 20 évvel a rendszerváltás után jön el. Akkor is, ha ez sokaknak kellemetlen, de a sebek begyógyulásához erre ma, 2011-ben is szükség van. Az igazság szabaddá tesz, mondja az írás. De sajnos ez fordítva nem működik. A szabadság nem tesz bennünket igazzá. Volt itt valódi rendszerváltozás? Volt bármiféle szembenézés a múlt bűneivel? A múltat le kell zárni, mondják azok, akik abban érdekeltek, hogy az ő múltjukról ne essék szó. Pedig a múltat addig nem zárhatjuk le, amíg annak bűneit a szőnyeg alá söprik. A múlt bűneiről igenis beszélni kell. Itt az országházban is. A gennyes sebeket fel kell nyitni egy időre, mert ennélkül nem lehetséges a gyógyulás. Így juthatunk el oda, hogy végre valóban lezárhassuk a múltat. Ha le akarunk zárni egy korszakot, akkor éles határvonalat kell húznunk. Vannak olyan nemzetek, amelyek ezt megtették. Szégyenszemre egyedül maradtunk a volt kommunista országok között, mert csak nálunk nem sikerült elérni, hogy a történelmi bűnöknek következményük legyen. Legalább a politikai életből való kizárás, a közügyek gyakorlásától való eltiltás. De mit várunk egy olyan országgyűlésben, ahol ma is azok néznek velünk szembe, akik akkor is itt ülnének, ha Magyarország még mindig a szovjet megszállás alatt állna. Akkor is, ha nem mentek volna ki az oroszok. De kimentek. Bocsánatot kérek, képviselő asszony, elnézést.